Sziver Iréka 2 hete diplomázott a Pécsi Tudományegyetemen, mint építészmérnök. A diplomamunkája pedig a magyar kanizsai vígadó felújítása volt a 21. század szakmai elvárásainak megfelelően. A fogadásra a diplomamunka megvédéséhez szükséges molinókkal és makettel érkezett, amelyeken keresztül bemutatta a felújított vígadót és annak környezetét az ő jövőképe alapján. Ugye ez egy régen kávézó bálteremként funkcionált, és egy ilyen multifunkcionális termet is alakítottam ki, ami által ilyen fesztiválok, bálak, rendezvények, koncertek, olvasóterem, illetve fedett köztérként is funkcionálni tud az épület. A Magyar Kanizsai Parkban található vígadó 1894-ben épült, jelenleg nagyon romos állapotban van, műemlékvédelem alatt áll, és mivel állami tulajdonban van, a rekonstrukciója sem egyszerű. Természetesen azért azt tudni kell a vigadóról, hogy csak az állag megőrzése a szabadkai műemlékvédő hivatal számításai szerint nagyjából 500 000 euróba kerül, tehát ez hatalmas összeg beruházásként is, erre befektetőt találni csak akkor lehet, hogyha a mögöttem lévő tervek alapján is olyan kereskedelmi vagy üzleti tartalommal és kapacitásokkal is bír, amik természetesen egy befektetőnek megérnék. Másrészt pedig az önkormányzat mindig keresi azt a pályázati forrást, amiből legalább elindíthatná ezt a projektet. Fejsztemmer Róbert hozzátette, szeretnék a vigadó felújítására a befektetők források keresését megindítani már 2019 elején. Emellett fontosnak tartják a fiatalos lendület, a kreativitás beépítését Magyar Kanizsa turizmusába és fejlődésébe.